Világszerte heves tiltakozás kíséri Törökország kurdok elleni támadását. A katonai beavatkozást Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Egyiptom mellett az EU és a NATO is elítélte. Az Európai Bizottság elnöke a támadások leállítását sürgette. Felszólítom Törökországot, mint ahogy a többi résztvevőt is, hogy fogják vissza magukat, és hagyjanak fel a műveletekkel, amelyek ezekben a pillanatokban is zajlanak, mondta Jean-Claude Juncker. Ennek a katonai beavatkozásnak nem lesznek jó eredményei, erre pedig fel kell hívnunk a török barátaink figyelmét is. Az olasz külügyminiszter és a NATO főtitkára is elítélte a katonai beavatkozást. Számítok rá, hogy Törökország visszafogottan fog viselkedni, és biztosítja, hogy az észak-szíriai műveletek arányosak, mondta Jens Stoltenberg. Nem szabad lerombolnunk azokat az eredményeket, amelyeket közös ellenségünkkel, az iszlám állammal szemben értünk el. A német külügyminiszter szerint a kurd területek ellen indított offenzíva humanitárius katasztrófával és újabb menekült hullámmal fenyeget.